elképzelései, ha a valóság nem akar úgy működni pontosan, ahogy mi ezt elképzeljük. Itt arról volt szó, sok mindenről volt szó, de hogy csak a primitív dolgokról beszéljek, arról volt szó, hogy bizonyos pénzösszegeket lehetett nyerni az iskoláknak, ha bizonyos programokat bevezetnek. Be is vezettek, azok, amelyek ilyen módon pénzt akartak nyerni, nyertek is pénzt, és ahogy már ment kifelé a pénz, úgy mondtak le a programokról. Tehát tulajdonképpen nem tudtak ezek a programok, ezek a modern programok beszervülni a közoktatás intézményeinek a szövetébe, hogy lassacskán el is halt ez a fejlesztési program. Ugyanakkor, ugyanebben az időszakban lassacskán, szintén folyamatosan és fokozatosan bezárultak a cigány kisebbség számára létrehozott iskolák. Ezeknek az oka főleg finanszírozási problémákban keresendő, korábban nem közvetlenül költségvetési forrásokból kapták a plusz finanszírozást, hanem különböző pályázati címzett támogatásokból, ezek lassacskán kifutottak. Az EU forrásokból nem lehetett ugyanúgy finanszírozni, mint a kormányzati forrásból, és ilyen módon az iskolák lassan bezárultak. A legnagyobb problémát, amit igazából ezt szerettem volna én erről írni ebben az edukáció számban, nem fogok erről írni, mert akit megkerestem, mindenki könyörögnek írt, hogy ne írjak róla, illetve azt mondtam, hogy itt sem adtak információt, hát így akkor nem fogok erről írni. Ez pedig a cigány kisebbségi önkormányzatnak a problémái a szolnoki iskoláról, amit utóbb a Hegedűs-Ti András iskolának neveztek el, korábban másik neve volt, amit még a 90-es évek végén EU finanszírozási programokból állított fel előbb egy magánvállalkozói csoport, utána átkerült a kisebbségi, országos kisebbségi, cigány kisebbségi önkormányzathoz, mostanában a roma önkormányzatnak nevelik. És aztán egyszer csak elkezdett finanszírozási gondokba merülni, korábban is voltak, csak ezt megoldották valahogy, és aztán megszűnt, de az utolsó előtti pillanatban, amik felajánlották egy kedves ismerősödnek, aki egy környékbeli kisebb település iskoláját vezeti, hogy megye át a nevére, de hát ezt nem volt képes. Lényeg az, hogy megszűnt, végül most teljesen lesz. Egy izgalmas történet volna, hogy hogyan tud megszűnni 15-16 év alatt egy érdekes profilú, fontos iskola, nem csak a profilja volt érdekes, hiszen az, hogy az iskolából kihulló, lemaradó gyerekeket, főként cigány gyerekeket, a más hátrányos helyzetben csoportba tartozó gyerekeket is lezárkóztatja, és eljutatja a vágyat érettségéhez, vagy a szakképzés, ez egy fontos cél lett volna, volt is, meg is valósították egy darabig, majd aztán egyre kevésbé, míg meg nem szűnt. Tehát ez most csak egy ilyen kis mellékes történet volt, nem mellékes, csak mondom, szerettem volna erről írni, de nem sikerült. Ilyen módon. Azoknak a céltámogatások EU-s forrás kerültek, és pályáztatással lehet elérni. Ez is jellegzetes folyamat volt, hogy a civil kezdeményezések, különösképpen a 90-es évek elején elkezdődtek, ezek lassacskán államivá válnak, az hogy különböző állami szervezetek veszik kezelésbe őket, vagy pedig megszűnnek. Az Arany János tehetséggondozókat programot beleírtam, el egy olyan kezdeményezés, máig tart, és állami kezdeményezés, állami szervezésben bonyolódik le, de sok civil kötődése van, és nekik mégse szűnt meg. Nem tudom, mennyire beszéljek itt erről, azt nem fogok beszélni, és kicsit kivezetne a témából. Mindenesetre középiskolai támogatóprogram, és a tehetséget támogatja a középiskolai szinten. Tehetséges gyerekek, gyerekcsoportok. A szakkollégiumokról majd fogok még kicsit hosszabban beszélni, az mondja egy fő téma, itt a szakkollégiumok, amelyek a magyar kezdeményezés ez, magyar felsőoktatási kezdeményezés, már a 90-es évek és ugye 2000-es évek és sok-sok szakkollégium alakult felsőoktatásban, amelyek különböző felsőoktatások belül elérhető, nagyon jó, érdekes és elfogadható célokat tűzték maguk elé. Egy
ebben a területen, a területen, a szakkollégiumok területén újdonságot jelent, hogy alakultak cigány szakkollégiumok. Az első cigány szakkollégiumot, aminek a hivatása, a foglalkozása, a célja az volt, hogy a cigány hallgatók körében érje el különböző programokkal azokat a célokat, amik általában a szakkollégiumok más populáció körében akarnak elérni. Az első a Pécsi Egyetemen, a Pécsi Tudományi Egyetem homológia szakján alakult Jósonszky Hendrik szakkollégium volt. Ezt még annak idején a FARP támogatás, FARP pályázat támogatásából szerveztük, de máig működik. Úgyhogy amikor itt megalakultak az új szakkollégiumok, akkor ami tudja, hogy föl szoktam írni, hogy a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom még most is. Tehát azért beszélünk több eszem első szemében. Akkor a Wisloszki Hendrik szakkollégiumot hívtak példaként, hogy beszéljek, hogy hogyan is néz ki egy ilyen szakkollégium. Minden esetre ebben az elmúlt 4 évben, amiről itt hangsúlyan beszélni akartam, ami jellegzetesség, hogy ezek a kisebbségek, ezek a kezdeményezések, a 90-es években láttuk már kibontakozni, ezek folyamatosan sorban kezdtek, ezt már egy vonatkozásra beszéltem erről, itt egy másikat emellett ki az iskola bezárás. Másik vonatkozás, hogy ezek a kisiskolák, amelyek alakultak, kisebb iskolák, 90-es években, 2000-es évek után, ezeket bezárultak egyszer, nem volt már fenntartója. Vagy pedig, mint a hosszasabban emlegetett szolgálati iskolának, valamiféle, én általam átláthatóan zűrzavába süllyedtenek. A cigány kisebbségi oktatás támogatása, amit a 90-es években vezettek be szintén, egyre inkább elvezette jelentőségét. Ha mai olvas az ember publikációkat a cigányság oktatásával kapcsolatban, akkor leginkább a felsőoktatással találkozik. Tehát manapság kevésbé érdekes a újságírók, a közönség számára érdekesek az alsó oktatási szintek, kevésbé látszanak érdekesek, felsőoktatás az izgalmas. Talán izgalmas azért, mert eddig nem ez volt a központban, eddig inkább arról volt, hogy fel kell zárkóztatni a lemaradókat, el kell jutatni, befejezett általános iskolai végzettséget, a nagyon szegényeket, óvodát kell teremteni a cigány gyerekeknek, és így tovább. Tehát ezek az oktatási rendszer alacsonyabb szintjeit érintik, és valahogyan ez azzal is talán nagyon kevés meggyőző adat van, hogy végül is nagyjából sikerült elérni ezeket a szinteket, amelyek korábban még 20 évvel ezelőtt még láthatatlanok voltak, de kikerültek valahogy az érdeklődés központjából. Érdekes módon még arról sem, az sem tűnik nagyon érdekesnek a szakemberek, a szakértők számára, mondjuk az óvodai program, ami azt jelenti, hogy a cigány, megfelelő korú cigány gyerekeket kötelező beobodázni, mint hogy korábban iskolában volt csak kötelező adni, ami lehetséges, hogy hallatlanul fontos és távlatilag nagyon értékes program lesz. De most valahogy nem váltotta ki a megfelelő figyelmet és érdeklődést. Tehát a célpont a tehetség. A felsőoktatás került, és pedig lenne a tehetséggondozás. De van egy ilyen, hogy nemzeti tehetségprogram, 5 perc, jó, nemzeti tehetségprogram, amelyikben 21-nehány, 30 pontban is le van írva, hogy mivel lehet, milyen célokra lehet pályázni. Ott van óvodától kezdve a felsőoktatás, egy mindenféle pályázási lehetőség. Tehát ez is egy olyan új a szakkollégiumokról akkor még csak röviden, tehát azért választottam ezt a témát, és szeretnék erről pár szót szólni, mert a szakkollégiumok a cigány tehetséggondozásnak, vagy egyáltalán a tehetséggondozás milyen speciális helyei. Ahogy ezt már mondtam az imént, van egy, amelyik a szakkollégiumok hálózatban a jellegzetes és megfogható, a keresztény-roma szakkollégiumi hálózat, ahogyan a neve is mondja, a hálózat
vallásoknak az elnevezése, a keresztény vallásoknak által, vagy egyházak által alapított szakkollégiumok rendszere. Sajnos itt találtam egy olyan hivatkozás, hogy 200 ember, 200 végzett hallgatóban lépett már ki ebből a hálózatból, és 300 hallgató van jelen ebben a hálózatban. Nagyon keveset lehet egyes tanúkról tudni, én próbáltam interjút készíteni, meg mindent, de sajnos szívem majdnem szakadt, mert én MPS tanár volnék. Nem, egyszerűen nem engedélyezték. Miért nem engedélyezték? Ezt én számra máig felderíthetetlen, mert azt is el tudom képzelni, miért nem engedélyezik kéderíteni, hogy miért szűnt meg a szolnoki roma önkormányzatnak a iskolája, hogy mert lehet Isten tudom, én botrányt akarhatnak, ütködik a kutató, de hogy miért nem lehet a keresztény roma szakkollégiumokat publikálni és felismerni, azt mondja. De ez attól is fél. Baró Zoltán, mint beszélőt találtam meg a leten, azt mondta, hogy ennyi hallgató van már. A mi, hogyha már az előbb említett Vírsaszki-Jelvi szakkollégiumunk, egy olyan nem egyházi szakkollégium, amihez igazodtak az egyházak, amikor szakkollégiumot akartak csinálni. Tehát ezt tudom erről az egyházi szakkollégiumokról mondani, bizonyára jó kezek, mert ismerek pár embert, akik odajárnak, miért is ne volna jó. Ezzel párhuzamosan még egy utolsó témám, ez a vallási érdeklődés növekedése a civil szférában, cigányság körében. Tehát ezek az egyházi szakkollégiumok pontosan kitapintható módon kötődnek be az egyházakban, nyilván mindegyik egy-egy egyháznak a szakkollégiuma. És bizonyos szabályokat követnek a rendtartásban, a tevékenységi rendben és így tovább, ami jelzi, hogy melyik egyháznak a szakkollégiumáról van szó. De ezzel valószínűleg nem függ össze, hogy a cigányság körében érzékel is, ettől függetlenül érzékelhetjük az érdeklődés növekedését a vallási, az egyházak iránt. Azt lehet tapasztalni, hogy nem annyira a nagyegyházak alapították a szakkollégiumokat, itt mostan a kisegyházakról van szó, amelyek iránt érdeklődnek bizonyos, hogy egyre több cigány ember, olyan kis felekezetek, olyan istentiszteleteket tartanak saját lakásaikban, többé-kevésbé rendszerességgel, ahol együtt vannak, közösen zenélnek, közösen imádkoznak, beszélgetnek. Ebben a szférában képzett papokat mondjuk nem találunk, hanem csak civil embereket. Viszont nagyon érdekes, hogy annak látszik, hogy akikkel én megismerkedtem ezen a területeken, majdnem mindegyik ilyen csoportnak a vezetője szándékozott elvégezni, szándékozott megszerezni egyházi felső képesítést. Tehát beiratkozni valahová, tudtak példákat mondani, tudták, hogy el kell elvégezni és szerezni diplomát, és úgy érezték, hogy fontos diplomát szerezni. Ez tulajdonképpen, bocsánat, nem tudok tudni tovább téperődni ezen. Úgy látom tehát, hogy a felsőoktatást érintve és a területén a cigányságot érintve, vizsgálva az egyháziasságnak és a vallás gyakorlásnak ezek a megoldásai vannak, tehát egy kvázi hivatalos, ez a szakkollégiumok, és egy nem hivatalos, ez a civil, amelyik egyáltalán nem a hivatalos nagy egyházak felé jár. Köszönöm szépen! Kérdések? Én azt szeretném kérdezni, hogy én nem hallottam a Roma Verzitásznak a nevét, pedig az is egy cigányok a fulató szakkollégium volt, nem tudom, hogy pontosan mi a státusz a jelenleg, és mondhatok már is? Amit tudok. Tehát itt igazából kellett volna, hogy említsen, és fogom is említeni föltétlenül, mert az egyik a szakkollégium kialakulásában a roma szakkollégium egyik fő minta, fő példa volt, mert az kezdett először ilyen programot kialakítani, hogy cigány fiatalokat hívott olyan hétvégi képzésekre, mert rá erősített a egyetemi felsőoktatási képzéseket. Úgyhogy mindenképp tanulnájuk fogom említeni, bocs, hogy itt említem.
megszűnt? Dehogy szűnt meg, nem. Más érintették bizonyos változások, ugye az, hogy más a finanszírozása, kicsit más a szervezetek formájtak kiételni. Tamás is aztán jön. Nagyon gondolkodom, hogy beleilleszkedik-e valami általánosabb folyamat a változásban, átalakulásban, a cigány társadalmon belül az, hogy a felsőoktatás, az intézményes oktatásnak a felsőoktatási részében egyre többen vannak, egyre többen igyekeznek bekerülni, másfelől egy másik társadalmi szervezetbe, az egyházakban szintén megjelennek. És ugye, ahogy az előadásban elhangzott, nem egyszerűen csak a kültelen kisegyházakban, vagy kisegyházak házakban, vagy esetleg nem is keresztény egyházakban, vallási gyilakoltakban, hanem már a szervezet egyházakban is, a keresztény szakról, a roma szakolítók formájában. Ezt fel lehet illeszteni egy általánosabb, a cigány társadalmat érintő által. Hát én szívesen beélesztem, de az a problémám, többféle problémám az, hogy ugye nem nehéz elválasztani, nehéz szétválasztani, nincs elég kutatás arra, hogy pontosan el tudjuk határolni a cigányságnak azt a nagyobb hányadát, amelyikre az iskola, a szélsőségesen alacsony iskolázatlansága jellemző, következésképpen azért nehéz megfogni őket elmond elméleti fogalmakkal, mint egy egyházban egy vallás, vagy hitgyakorlásnak ezek a formái. És a másik része tehát ez a különböző szervezeti formában történő tanulás, és ennek a eredményeként a képzettség megnövekedése. Úgy érzem, hogy ezek a két csoportnak a távolsága túlságosan nagy, és nem érzékelem közöttük a megfelelő kapcsolatokat. Úgyhogy nem tudok erre válaszolni. Azt érzem, azt lehet látni, hogy a képzettség növekedésével egyre magasabb lesz, egyre több lesz abban az első két csoportban tartozóknak a számok, de nem tudom elgondolni, hogy a kelet-magyarországi falvakban nyüglődő, enni alig tudó szegény cigány családoknak a családokból, hogy lesz akármilyen diplomás, vagy akár egy ilyen olyan ember, aki rendszeresen jár Isten tiszteletre. Hallani lehet egy pár ilyen kísérletről, egy ilyen társadalmi innovációról, hogy szerveznek ilyen jellegű projektet. Én is ismerek ilyeneket. Mondjuk muszáj egyet elmondjam, itt van a szám nyelven végén. Ez nem ilyen kis falu, Kunszemlátor, ami egy ilyen középváros falföldön, a körülkapta a kisebváros, ahol a helyi plébános, egy nagyon rokon szembes, budapesti származású, kötődésű, 31-nehány éves ember, éveken keresztül a helyi cigányságnak és más szegényeknek programokat szervezett, földet vásároltak valahogyan, amit együtt műveltek, és elképesztően sokféle és nagyon színes programot szervezett, és az lett a vége közelmúltban, hogy az illetőnek le kellett mondani a hivatásáról, ott kellett hagyni a várost és mindent, mert feljelentették, hogy tudom én, hogy nem csak a munkát ad és ilyen módon megjelent, és ez segíti a cigányokat, hanem visszajön valami fiúnak vagy lánynak a testével. Hogy nem tudta megvédeni magát, és elment. Nyilván vannak ilyenek, mint hogy ez is volt éveken keresztül. És nyilván logikus, hogy ha valaki nekiáll egy ilyen programot megcsinálni, akkor az sokkal több ponton támadható, mint ha nem tudom én, elmegy jó matektanárnak. Elmegy matektanárnak és jó tanár lesz ebben az iskolában. Tehát ez egy új szerepvállás, és nyilván sok-sok nehézség. Nem tudok erre, úgy érzem, hogy ahogyan a magyar társadalom egészében ez a térség, az én vagy a mi szülőföldünk és a mezőtudatnak, a Kelet-Magyarország ez a része le van szakadva, és nem még érdeklődés sem kelt eleget. Még inkább ez a helyzet a még keleti falvakkal, amelynek a cigány lakossága valójában még jelszavaként sem van felhasználva. Mielőtt Iván magad nem osztott, azért azt megjegyezném, hogy
hogy nyilván, amire te is utaltál, hogy azért került az elmúlt 4 évben a felsőoktatás fókuszba, mert eljutottak odáig a gyerekek, hogy mondjuk érettségét szerezzenek. Ugye a kutatás előttek azt mutatják, hogy a cigányságon belül az adott korosztály tekintve nagyjából, hogy a 20% érte el, tehát hogy tudott érettségét szerezni, tehát megnyílik a felsőoktatás kapuja. Amire visszautalnék, hogyha nézzük a többségi társadalmat, akkor még így is mondjuk ilyen 3-3,5-szeres gap van a többségi társadalom és a cigányság között. Igen? Ennek a kérdésnek a kapcsán kicsit a hiány szociológiájának kérdését vetném föl, tehát hogy itt ugye mérleget van ez a szám az elmúlt 4 évről, de ez a konkrét témakör az elmúlt negyed század mérlegét is inspirálhatna minket arra, hogy csináljuk egy olyan mérletszámot, amiben a rendszerváltás utáni hiányokat térképezzük fel, akár a politikai szocializáció terén, de itt is szerintem végbe kiáltó, ha úgy tetszik, egy olyan átfogó politikának a hiánya, amelyik az alapok szintjén próbálta volna a hátrányos helyzetű térségeket és az alapiskoláztatás kérdését megoldani. Általános iskoláról gyártottunk egy számot, nem olyan régen, nagyon érdekes volt, de abból azt tűnt ki, hogy ez egy tulajdonképpen egy devalválódott, felülről rettenetesen megosztott intézmény, és úgy nem alakultak ki olyan politikák, amelyek ezt az intézményt rehabilitálnák, holott itt valószínűleg egy olyan folyamatos előadásukban utaltál arra, hogy pályázatot mutatják el egymás között, vagy magukat ezek az intézmények. Rendszerbe illesztő fejlesztés nem történt. A tanulók, ami nagyon szimpatikus kezdeményezése és rendszer.